Miért jó az elektromos autó? Miért jó? Miért jó az elektromos autó? De jó, de na. Jó. Hát jó, mert nem benzint használ. Nem és is azért, gázolajat. És nem is gázolajat, és nem füstöl úgy, mint a... Gázolajas. Igen. Benzines. Az autógyártók egyre inkább az elektromos hajtás mellé teszik le voksukat, mint amilyen például a hibrid, a konnektorból is tölthető plug-in hibrid, vagy a teljesen elektromos autó, mely kizárólag elektromotorja révén képes mozgásba lendülni. Az elektromos autók használatát szinte mindenhol díjazzák, mert... nem bocsájtanak ki káros anyagot. Pontosan. Milyen kiváltságokkal jár, hogyha közlekedés közben nem szennyezem a környezetemet? Az elektromos hajtású gépjárművek mentesülnek többek közt a regisztrációs adófizetésre arról, nem kell fizetniük gépjárművet vagy cégautóadót, és bizonyos helyeken ingyen parkolhatnak. Viszont itt jegyezném meg, hogy legjobb tudomásom szerint a buszsávot nem használhatják, amit a legtöbb ember viszont így gondol. Hát vagy használhatják, de az rohadtul drága lesz. Az elektromos autó nem olcsó. Az innováció sosem volt az, viszont annak, aki most elektromos autót vásárol, állami támogatásban lehet része. Melynek mértéke a bruttó vétel 21%-a, akár másfél millió forint is lehet. Ezt egészíti ki további importőri támogatás, melynek mértékével akár 2,5 millió forint is lehet. Pályázni kell, mert nem csak magánszemélyekre, hanem cégekre is, és nem csak személyautókra, hanem akár kisasszonyjárművekre is vonatkozhat. Fontos tudni, hogy az állami támogatás kizárólag elektromos hajtású autókra vonatkozik, hibridre és plug-in hibridre nem. Legutóbbi információim szerint Magyarországon jelenleg 600 darab elektromos hajtású autó van. Az elég kevés. Magyarország még nem az élővasa az ilyen hajtású autóknak a vásárlásában, használatában, viszont Norvégiában, ahol a legjobban elterjedt az elektromos hajtású autóknak a használata, minden negyedik eladott új autó elektromos hajtású. Hát akkor még le vagyunk maradva, de legalább elkezdtünk valamit. Ez a jövő? Ez a jövő. Napjainkban kimerülőben vannak a fosszilis energiaforrások, és erre alternatív megoldást kell találni, melyre jó lehetőség lehet az elektromos autók használata.